Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Sportál TV nézőit, együtt erősebben út a párizsi paralimpiáig. A Sportál TV és a Magyar Paralimpiai Bizottság közös műsora. A 12. adásunk vendége Osváth Richárd, paralimpiai ezüst és bronzérmes kerekesszékes vívó. Szia Ricsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát menjünk vissza ez egészen 1985-ig, ugye Szatmár Németiben születtél, és már fiatalon azt mondták rád, hogy a vívásban nagy tehetség van, 9 évesen kezdted el. Ez az időszak, ez mennyire van még meg? Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát 9 évesen fiatal voltam, kalandvágyó, érdekelt a vívás, a sport, a mozgás, úgyhogy nekem ez egy jó emlék visszagondolni rá, és szerettem minden pillanatát az edzéseknek. Gondolom nem ez volt az egyetlen sportág, amit kipróbáltál. Miért erre esett a választásod? De ez volt az egyetlen. Az egyetlen? Igen. Rögtön szerelem volt? Igen, igen, tetszett a játékosság, a kis, nem tudom, csibészség, ha lehet így mondani. Volt egy pár hét kalandozásom a fotball világába, de a nevelőedzőnőm, Lengyel Éva, az gyorsan visszarántott a vívóterembe, mondta, hogy te maradj inkább itt köztünk, és dolgozzál, mert lehet, hogy eredményes leszel. Akkor végül is ez jó döntésnek bizonyult, de nem akartál mindig profi sportoló lenni, tehát református papnak készültél? Jók az infóim? Igen, nagyon jól felkészültél, volt ilyen is igen az életemben. Hát körülbelül 13 éves koromig én úgy éreztem, hogy szeretnék lelkész lenni, kicsit az emberek lelki világával, Isten által kicsit nyújtani valamilyen vigaszt. Aztán 13 évesen megnyertem az országos bajnoki címet Romániában, a gyermekországos bajnok lettem, és ott jöttek a sikerek, és valahogy ez kicsit így elcsúszott, a fókusz a sportra irányult, de a hitem azt megmaradt, és nagyon örülök neki, hogy hiszek Istenben, mert nagyon sokat segített az életben, és segít mai napig. Tudjuk jól, hogy azért a vívás sok mindenből áll, kard, tör, párbajtör. Ezek közül melyik a kedvenc? Hát én tőröztem gyerekként, 11 éven keresztül épek közt ugye vívtam. Hát abban vagyok magabiztosabb, van önbizalmam. A kard az 2013-ban kapcsolódott az életemben már kerekesszékben, és azt is szerettem, annak is megvan a varázsa. Megvan ebben az egészben az a típusú varázs, azért a gyerekek szeretnek mindig lovagok lenni, tehát hogy ez valahogy ez a romantika, ez megvolt benned gyerekként? Igen, igen. Gyerekként az Zorro filmeken nőttünk fel, és nekem az nagyon tetszett, hogy ott kardoznak, meg úgy látványos, úgyhogy én is ugye így mentem a vívóterembe, hogy akkor majd ott lesz kardozás. Aztán hamar lecsillapodott ez a nagy fellángulás, mert 2 évig csak lábmunkáztunk, de utána kaptunk tört is persze, és azért kicsit volt ilyesmiben is részem. Na akkor szerintem te vagy a legjobb ember, aki választ tud erre adni. Egy olyan Z betűt mennyire egyszerű megcsinálni, meg lehet? Hát nem élesek a kardok, úgyhogy... De ha éles karddal egyébként, ez mennyire egyszerű szerinted? Tehát, nem tudom, még nem próbáltam, de ez egy jó kérdés, majd lehet kipróbálom. Egy O betűt, vagy egy R betűt majd nevem monogramjait leírom vele. Amint meg lesz a paralimpiai bajnoki címed, akkor... Ezt ki is próbálhatod. A fociról már beszéltünk, azt mondtad, kipróbáltad, hát ugye 19 évesen pont egy foci meccs volt az, ahol a térsérülés összejött. Igen, hát ez is jelzi azt, hogy nem volt jó hómen az a foci, vagyis az volt jó, hogy a vívásnál maradtam, de hát igen, egy foci meccsen letört egy porcdarab a térdemben, úgyhogy akkortól kezdődött a sérülésem, ezt ugye megműtötték, többször műtötték, és volt egy esés, amitán elfertőződött a térdem. Ezen mennyire egyszerű túllendülni? Hát nem olyan egyszerű, mint ahogy most elmeséltem ezt a történetet. Ugye ezt 2004-től kezdődően 5-ben, 6-ban műtöttek, és mindig azt hittem, hogy jó lesz, hogy majd akkor most meggyógyulok, csinálom a gyógytornát. Nem így lett, és 2008-ban pedig elestem, és akkor ez a sérült térd, ez berobbant és elfertőződött. Hát ugye az nehéz időszak volt, mert gyerekkorom óta arra készültem, hogy én olimpián részt veszek, olimpiai bajnok leszek, testnevelési egyetemet is végeztem, ezt 2008-ban fejeztem be, és utána volt ugye az esés.
Úgyhogy az álmom az úgy tönkre ment, meg elillant. Úgyhogy az úgy elég nehéz időszak volt. 2011-ben kezdted el a kerekesszékes vívást. Mennyire volt nehéz áttérni a vívásnak ezen műfajára? Talán ott kezdeném, hogy én mindig azért imádkoztam ebben az időszakban, 2008 és 10 között, hogy legyen még egy lehetőség az életemben, hogy én vívhassak valamilyen úton, módon. És ugye a kerekesszékes vívást, ahogy láttam a tévében, azt hittem, hogy először azt gondoltam, hogy csak kerekesszékbe lehet vívni, aztán kutakodás után rájöttem, hogy vannak kategóriák, és én a kerekesszékre például én lehetőségként tekintettem, hogy itt a szansz, hogy én valamit tegyek az életemben, vagy az életemmel, és én nagyon örültem, hogy beülhettem a kerekesszékbe, és tört foghattam, úgyhogy meg kellett tanulni a mozgást, de én nagyon pozitívan álltam ez az egész dologhoz. Mennyivel másabb? Talán annyiból, hogy nincs 14 méter hosszú pást, hanem egy adott távolságról vívunk. A törzsmozgás ugye az nagyon fontos, nekünk az a lábunk, de a technikai része az ugyanaz, mint az épeknek, úgyhogy van hasonlóság. Ugye A, B és C kategóriák vannak, kategorizációs vizsgálaton kellett átesned, ez milyen folyamat volt? Ugye van egy orvosi kategorizációs csapat, aki megvizsgálja azt, hogy te milyen sérültségi fokozatba tartozol. Az A-ba kerülnek a mozgásszervi problémákkal rendelkezők, mint amilyen én is vagyok, a B-be a gerincsérültek, és a C-be pedig az központi idegrendszeri sérült sportolók vívhatnak, úgyhogy ez egy rutin folyamat igazából, de lehetett tudni, hogy A-s sportoló leszek. Az edzések között milyen különbség van, és milyen volt, amikor először kerekesszékes edzésed volt? 2011-ben jöttem el otthonról a nevelőedzőnöm, meg a nevelőedzőm Lengyel Éva és Fila Attila hozott el Szatmár Németiből, igen, Budapestre, Bericai Sándorhoz, Szekeres Pálnak az edzőjéhez, és ott volt egy ilyen próbaiskola, és hát Sanyi bácsi, miután végeztünk, mondta Éva néninek, hogy nem ügyetlen a gyerek, úgyhogy lehet vele valamit kezdeni. Úgyhogy ez volt az első alkalom, de én nagyon, nagyon élveztem, és ez elején még ingáztam Szatmár Németi és Budapest között, két hetet voltam Budapesten, kettőt otthon dolgoztam, hogy pénzem legyen felutazni a következő edzésekre és fent Budapesten maradni, úgyhogy így volt az elején, aztán 2011. november végén felköltöztem Budapestre, és akkor már itt éltem és dolgoztam, úgyhogy elég sokat edzettem. Mert azért költöztél fel, mert megoldhatatlan lett volna ezt egyébként folyamatosan csinálni. Igen, hosszú távon azért ez embert próbáló, meg az edzések minősége is másabb volt itt Budapesten. 2011, Európa-bajnokság, és egy első hely, valamint egy kvóta. Így van. Hát az egyik álmom beteljesült, több álmom volt gyerekként, de például az nekem nagyon nagy álom volt, hogy végre nyerhettem ugye egy aranyérmet, egy Európa-bajnoki aranyérmet, és magyar zászlós címeres melegítőben voltam, magyar zászlót nézhettem, és himnusz hallgathattam, ugye külhoni magyarként. Nekem azért ott nem adatott ez meg, mert mindig ugye más román zászlót, meg román himnusz kellett hallgatnom. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép pillanat az életemben. És hát ugye a kvóta az pedig egy olyan élményt adott, hogy kijutottam a londoni paralimpiára, ami nem lehet összehasonlítani szerintem semmivel. Milyen volt ez az első verseny egyébként? Mondjuk előtte mennyire izgultál? Hát ugye szerencsém volt, mert Szekeres Pali még akkor vívott, és ő nagyon sokat mesélt az olimpiáról, vagy a paralimpiáról, milyen a hangulat, mire kell készülni, és amikor én már oda kimentem Londonba, akkor már úgy, amit Pali elmondott, akkor az úgy is volt, hogy már nem volt meglepő az egész. Úgyhogy nem voltam nagyon ideges, meg nem voltam nagyon izgatott. Meg talán valahogy a tét helyzeteket én szeretem. Valahogy akkor a fókusz az a sokkal nagyobb, jobban figyelek mindenre, és valahogy a tét az nem nyom össze szerencsére. Megnyerni egy országos bajnokságot, egy Európa-bajnokságot, és ahhoz képest szerepelni az olimpián, mennyivel másabbak ezek a versenyek? Természetesen másabb. Az olimpia, paralimpia az szerintem semmihez sem fogható.
Sokan elmondják, ugye, hogy a nyomás az más, minden a sportolóról szól, a világ oda, arra figyel, arra az egy versenyre. Jó érzés is, de nem tudom, van egy nyomás. Én nem mindig érzem magamon, de másokon például látom, hogy azért van, akit összenyom a teher. De például Londonban nekem az álmom beteljesült, úgyhogy én akkor azt hiszem, azt is nyilatkoztam, hogy most már boldog ember vagyok, hogy ezzel a sérültséggel, ahonnan én felálltam, el tudtam érni egy olyan eredményt, amire nagyon büszke lehetek, és nagyon boldoggá tett. Akkor ezzel a harmadik helyen elégedett voltál? Hogy mentél ki egyáltalán? Tehát, hogy gondoltál arra, hogy akkor itt a dobogó is meg lehet? Igen, volt bennem egy ilyen, hogy érmet nagyon szeretnék nyerni, talán van is szanszom. Ugye nálunk a kínaiak az erősek nagyon, a két kínai versenyző volt, még és egy francia sportoló ellen nyertem a bronzmeccsen, úgyhogy sima asszó volt. Én most is ilyesmit kívánok magamnak majd Párizsra. 2013 jött egy világbajnokság, ahol Tőrben második helyezett lettél, és ez ugye Budapesten volt. Igen. Milyen hazai páston? Hát teljesen más. Elérni? Teljesen más. Ugye itt jöttek a rokonok, édesanyám, édesapám most látott először vívni. Ők nem is nagyon láttak gyerekként, nem engedtem őket be a terembe, mondtam, hogy ők maradjanak otthon, aztán majd én jövök. Úgyhogy egy jó érzés volt Budapesten versenyezni, és az ezüstérem is ott a főpáston vívni döntőt, ezüstérmet átvenni, nagyon, nagyon kellemes és csodás pillanat volt. 2014 Strasbourg, Európa-bajnokság, ahol Tőrben egy első hely, kartban pedig egy második hely. Igen. Ez a verseny talán azért volt nagyon jó számomra, mert kartban 13-ban kezdtem el vívni, és akkor már nyertem 14-ben egy ezüstérmet az Európa-bajnokságon, úgyhogy ez ilyen nagyon jó pillanat volt. És persze örültem az EB címemnek is, az is jó volt, és integráltak voltak még ezek a versenyek, az azt jelenti, hogy az épekkel együtt volt az Európa-bajnokság megrendezve, úgyhogy tudtunk szurkolni a többieknek, az ép sportolóknak a magyar csapatból, úgyhogy ez oda-vissza nagyon, nagyon jó volt. Ugye említetted már Szekeres Pált, megkérdezem tőled is, hogy a magyar vívótársadalom, meg a vívótársadalom mennyire elfogadó egyébként, mennyire érzed az egységet épek és parasportolók között? Azt gondolom, hogy jó. Például én a férfi tőr válogatottal együtt edzem, ők is beülnek a kerekesszékbe, az edzéseken, a hétköznapokon pedig ugyanúgy a gyerekek beülnek hozzánk a kerekesszékbe, és tudunk edzeni, úgyhogy talán mi is tudjuk az ő munkájukat segíteni, a kéznek a technikáját fejleszteni. Úgyhogy ez szerintem nagyon megszokott és elfogadott nálunk azt, hogy integráltan edzünk. És ugye a 2014-es évben megkaptad a Magyar Fair Play díjat, ez egy EGRI világkupa volt, ha jól emlékszem. Mi történt pontosan? Hát igazából vívtam egy görög vívóval a 84-be jutásért, ugye ez már az olimpiai vagy paralimpiai kvalifikációs időszak volt, és az asszó közepén láttam azt, hogy valahogy én nem tudom elérni, hiába támadok, nagyon elmegy, és a szünetben megfigyeltük azt, hogy a kerekesszékének az oldaltámlája, ami merev kéne legyen, az el van törve, és jobban elhajlik, és így a sportoló is jobban el tud hajolni, és ezért nem lehet elérni. Kihívtuk a direktorát, technikát, vizsgálják meg. Azt mondták, hogy ez nem jó így, cseréljék le a kerekesszéket, de nem volt másik kerekesszékük, és akkor Erdély Péter mesteremmel összedugtuk a fejünket, és akkor megbeszéltük, hogy akkor vívunk így tovább, mert ugye, ha nincs kerekesszék, akkor leléptetik, és akkor én nyerek automatikusan. Úgyhogy ennek ez a rövid története, hogy akkor vívtunk tovább. Ennek ellenére is, hogy az ő széke nem volt szabályos. Úgyhogy, de ez így volt. Most is így csinálnám igazából. Nem tehetett róla, hogy nem volt kerekesszéke. Úgyhogy talán ez így a fair play szellemében ez így korrekt volt szerintem. És akkor, hogy megkaptad ezt a díjat? Igen, egy fair play cselekedett díj volt, aminek örültem, de hát szerintem nagyon sok sportoló tesz ilyen gesztusokat, de nem mindig kerül nyilvánosságra, de egyre több van már szerencsére, hogy az emberek felfigyelnek is, és ezek jó dolgok, talán a civil életbe is lehet példát venni a sportolókról.
nem is tudtad volna elképzelni, hogy az legyen a döntés, hogy te nem folytatod akkor azt a versenyt ott ellene. Tehát, hogy a sportszerűség mindenképpen ezt diktálta. Így van. Beleképzelem mindig kicsit a másiknak, vagy a másiknak a helyzetébe, saját magam, és azt gondoltam, hogy ez, vagy azt gondoltuk a mesterrel, hogy ez így a jó. Ha már említettél egyébként edzőket, mestereket, a te esetedben mennyire kell, hogy egy edző ne csak edző legyen, hanem akár foglalkozzon a lelkeddel is, egy kicsit legyen a barátod is? Kell, ugye az edző az minden egyben, jó szakember, kicsit pszichológus is, menedzseli a sportoló életét, szervezi az edzőtáborokat, úgyhogy minden kell legyen. Én például most már ugye Debrecenben élünk, és Dávid László a mesterem, és ő szokott most így ápolgatni néha, hogyha látja, hogy kedvetlen vagyok, nincs úgy már kedven vívni, vagy edzeni. Az idő múlik, és látja ezt rajtam, és ő mindig próbál így pozitívan bíztatni, hogy akkor még van egy kicsi, ez volt az álmom, mindig gondoljak erre, hogy én mindig arról álmodtam, hogy vívhassak, úgyhogy próbáljam így felfogni a dolgokat. Mennyire nehéz egy-egy versenyre motivációt találni? Tehát, hogy amikor ugye elkezdted 11-ben, rögtön Európa-bajnok lettél, akkor a következőn ugye címet is védtél, hogy mennyire nehéz megtalálni a megfelelő motivációt, amikor azt mondod, hogy hát igazából úgy érzed, hogy elérted a célodat, amit szerettél volna, meghallgattad a magyar himnuszt, megkaptad az aranyérmet. Hullámzó, én azt gondolom, legalábbis az én esetemben. 2011 óta nagyjából ott vagyok a top vívók között, és tényleg hullámzó a teljesítményem is néha, meg ugye ez a motiváció is, hogy akkor most versenyre kell menni, meg hát annyi minden változott az életemben, hogy megnősültem, gyerekeink lettek, a hétköznapokban ugye apa is vagyok, ezt a szerepet is be kell töltsem, és nehezen indulok el például versenyekre, mert szeretnék otthon lenni a feleségemmel, meg a három gyermekünkkel, úgyhogy ez hullámzó, de amikor már ott vagyok, akkor próbálom magam összekapni, és nem tudom, hogyha ha elkezdek vívni, és elkezdenek kiabálni, tust adni, akkor kicsit így felhúzom magam, hogy nehogy már itt jönnek a fiatalok, aztán megvernek szégyen szemre, és így összekapom magam, és ez így egyből ad egy löketet. Fizikálisan vagy mentálisan nehezebb a toppon maradni? Is, én azt gondolom. Ez is ilyen hullámzó? Ez is hullámzó, igen. Mind a kettőben ott kell, ugye dolgozni kell mind a kettőn, és úgy kell elindulni egy versenyen, hogy akkor a mentális része is rendben legyen, a fizikális része is rendben legyen, meg hát az se baj, hogyha otthon a családban is minden rendben van, és akkor azért úgy könnyebben indulni bárhova versenyezni. Mennyire fontos, hogy legyen az embernek egy ilyen bázisa. És hát gondolom a gyerekeid azért csak büszkék arra, hogy apa ennyire sikeres. Biztos vagyok benne, bár igen, büszkék. Már nem annyira kicsik, azt akartam mondani, hogy kicsik, de vegyes az életkor. Látják már, meg érzik. Próbálunk otthon nem vívásról beszélni, otthon a család van, egymásról beszélünk, vagy egymással játszunk. Büszkék rá, igen, ez a jó szó, de ahhoz, hogy én jól teljesítsek, akkor tényleg ahhoz kell egy olyan feleség, aki otthon rendben tartja a családot, vigyáz arra, hogy minden meglegyen, míg én nem vagyok ott, úgyhogy így könnyebb elindulni versenyre, hogy nem ott jár az agyam, hogy otthon vajon mi van. Minden sikeres férfi mögött. Így és van. Akkor ez az esetedben is igaz. A három gyerekből bármelyik ezt a sportágat választotta-e már, vagy fogja választani? Gondolom, ilyen presszió nincs, hogy akkor apa ezt csinálta, akkor csináljátok ezt is. Nincs. Hát egyelőre a nagyobbik gyermekünk, 9 éves, ő tekvandózik is, és akkor mellette elkezdett vívni is. Érdekelte a vívást, mondtam, hogy próbálja ki, persze én nem akarok belőle, nem azt szeretném, hogy nagyon nagy bajnok legyen, vívjon, élvezze, szeresse. Nem szeretném azt, hogy esetleg az én árnyékomban kelljen versenyezzen, vagy hogy hozzám hasonlítgassa bárki is. Az az ő élete, ő csinálja azt, amit szeret. Aztán a többi gyermekünk majd meglátjuk, hogy mit választ. Mindegy, mit csinál, boldog legyen és élvez azt, amit majd sportolni fog, vagy űzni fog. És ez mennyire fontos egyébként, hogy a sport meglegyen, vagy a mozgás meglegyen az életükben?
Hát valamennyire kell, amúgy is nagyon izgálgák, úgyhogy otthon sokat futkároznak, de az, hogy esetleg rendszeres legyen, azt a fölös energiát, azt ott tombolják ki, és ez egy pozitív visszacsatolás is lehet majd a későbbiekben. Ez szerintem fontos az életben, meg megtanít a sport nagyon sok mindenre küzdeni, hogy álljál fel arról esetleg a kudarcból, úgyhogy ez kell az életben is, folyamatosan lesznek kudarcok, sikerélmények, és a sport megtanít mindenre. Mikor volt legutoljára olyan gondolatot, hogy én most ezt az edzést ezt ki akarom hagyni? Ehhez most nekem nincs kedvem. Vannak, sajnos néha egyre sűrűbben, és én látom azt, hogy kicsit eljárt az idő felettem, hogy például mikor feljárok Budapestre edzeni, akkor reggel 5-kor kelek, hogy 6 órási vonatot elérjem, és a múltkor már január 2-án, mikor felkeltem és elindultam, mondtam, fú, én nekem ez annyira nem jó, nem hiányzik. És régebben pedig már nem aludtam éjjel, mert kipattantam, hogy na, menjünk és csináljunk a reggel a dolgunkat. Úgyhogy talán innen már látom, hogy a testem valahogy nem kívánja már ezt a mozgást, de ugyanakkor szeretem. Úgyhogy ez vegyes. Mondom, ilyen hullámzó az életemben ez az érzés. De hát most még Párizsra még fel kell készülni, úgyhogy most muszáj megint motiváltnak lenni. És motivált voltál 2016-ban is, ugye a paralimpián Rio de Janeiro-ban tör második hely és kard második hely. Mennyivel volt másabb ez a paralimpia? Ugye már rutinosan érkeztél, mondhatjuk ezt. Igen, igen. Hát ez a meglepetések paralimpiája volt számomra. Én úgy mentem ki, hogy kardban talán 5-8-ig lehetek helyezett, aztán lett egy ezüstérem, és törben pedig egy nagyon nagy, nem tudom, nagyon nagy vívással megvertem egy kínai versenyzőt, akit addig soha nem vertem meg a 4-ből a 2-be jutásért, és ugye tehát az is nagyon-nagyon nagy siker volt számomra. Aztán a döntőbe egy újabb kínaival vívtam, akit nem tudtam megverni ismét, úgyhogy én, ez nekem egy nagyon pozitív paralimpia volt ebből a szempontból, hogy kicsit ilyen esélytelenként mentem ki. A törben éreztem, hogy lehet érem, de nem gondoltam volna, hogy én majd döntőt vívok kétszer is ezen a paralimpián. Megkaptad a Magyar Érdemrend lovak keresztjét is, ez egy újabb elismerés. Jól esik az ember lelkének is, az, hogy elismerik azt, amit teljesít. Igen, persze, hát ez egy plusz hozadék annak, amit esetleg elérünk a páston, vagy a versenyeken, vagy a paralimpiákon, de ez nagyon felemelő érzés, amikor ott lehetsz az épekkel együtt a parlamentbe, és hát hogy közösen át tudsz venni ilyen kitüntetéseket. Ez egy nagyon jó dolog, hogy egyenrangúan tekintenek ránk, még a parasportolók is vagyunk, akkor is azt mondják, hogy ugye mi is annyit dolgozunk, annyit edzünk, hogy elérünk a céljainkat, az álmainkat, mint az épek, és ez egy jó dolog, és örülök, hogy ott lehettem, és majd remélem ott lehetek még. 2017 a világbajnokságon egy első hely törben és egy ezüstérem kardban, valamint ebben az évben te lettél az év fogyatékos sportolója. Igen, helyesek az információid. Én boldog voltam, hogy tudtam egy világbajnokságot nyerni. Ez volt az egyik álmom még, hogy VB aranyat nyerjek, és jó vívással azt gondolom ott tudtam lenni, és ezzel már a tokiói paralimpiára egy ilyen alapot adott, hogy akkor lehet, hogy majd Tokióba el fog jönni az az aranyérem is, úgyhogy ennek nagyon örültem ennek a két éremnek. És annak, hogy te lettél az év sportolója? Annak is örültem, de amint mondtam... Csak hogy az elsőségek számát, ugye gyakorlatilag, ha megnézzük, akkor a paralimpiai arany az egyetlen, ami így hiányzik? Igen. Hát nem tudom, mennyire hiányzik. Boldog vagyok ezekkel az ezüstérmekkel is. Persze jó lenne, de talán eddig annyira görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy én aranyérmet nyerjek, hogy lehet ezért nem nyertem. Most majd meglátjuk, hogy mi lesz. De hát ott volt 2021-ben, ugye Tokió, ahol szintén egy ezüstérem törben.
volt már tapasztalatod, hogy hogy néz ki egy paralimpia, amikor normálisan rendezik meg Londonban és Rióban? Ehhez képest ez a tokiói, ami ráadásként ugye egy évet is csúszott, ez mennyivel volt másabb? Hát ez borzasztó volt ez a felkészülés is, ez a paralimpia is, ahol nem voltak nézők, minden a korlátozásokról szólt, egy évig nem is tudtunk versenyezni, és ez nagyon megérződött, amikor már ott kimentem, hogy ilyen görcsös voltam, kicsit frusztráltabb, és nem tudtam úgy teljesíteni már a kard versenyen se, ott a hetedik lettem, és ott ugye elment az önbizalom, amit a 4-5 év alatt felépítettem, hogy akkor én most Tokióba, azt nagyon hamar el tud illanni, de valahogy a tör napjára úgy összekaptam magam, de nem vívtam jól, hogyha most így visszagondolok, hogy nem volt jó vívás, nem olyan, amilyet én szerettem volna. Aztán valahogy ilyen kinnal, keservel összejött egy döntő és egy ezüstérem törben. Ugye London egy viszonylag közeli helyszín volt, a beszélgetés elején mondtad, hogy hát azért sokáig nem szeretted, hogyha téged a családtagok megnéznek. Tokióban ugye nem lehetett senki, a Rio de Janeiro viszonylag egy távoli célpont. Most Párizs következik, ez közel van. Lesznek családtagok, akik kint élőben megnézhetnek téged? Hát az a cél, igen, hogy jöjjenek, bár az a gond, hogy elfogytak a jegyek, úgyhogy nem tudom, hogy lehet majd jegyet szerezni a párizsi paralimpiára vívásra. Én örülnék neki most, már a gyerekek is nagyobbak, 9, 6, meg 4 éves, 5 éves, lassan a kisebb gyermekünk, úgyhogy ők már úgy szeretnének jönni, meg egy nagy élmény lenne. A nővérem például ő kint él Párizsba, úgyhogy szeretném, hogyha ott lennének. Most már csak a jegy, a korlát, meg az akadály. Ez motiválóan hat most már akkor rád egyértelműen, hogyha ott vannak? Nehéz döntés. Vagy nehéz kérdés, mert valahogy én mindig arra próbálok figyelni a feleségemre, a gyerekemre, hogy ők biztonságú legyenek, hogy minden rendben legyen. Talán motivál is, de attól félek, hogy esetleg, ha jönnek, kicsit arra figyelek, hogy ők mit csinálnak, hol vannak, a gyerekek rakoncátlankodnak, eltévednek, elkóvályognak. Úgyhogy nem tudom, szerintem motiválnának, hogy ott lennének, igen. Messze van még ez a párizsi paralimpia, vagy már közel van? Hát nagyon közel. Úgy érzem, hogy egyre közelebb, és talán azért is érzem azt, mert egyre több a felkérés, mindig van valamilyen program, ami felhívja erre a figyelmemet, hogy akkor célegyenesben vagyunk, már itt van a nyakunkon Párizs, egyre többet edzünk, úgyhogy talán jó is ez. Elkezd bennem is mocorogni egy ilyen kis izgalom, egy egészséges versenyszellem kezd kialakulni, hogy akkor megint készülünk valami fontos dologra, és ezt mentálisan is kicsit próbálom átfordítani, hogy akkor ezzel kelni, ezzel feküdni, hogy akkor következő nap újra kezdem, hogy akkor majd Párizsba majd esetleg újra tudok érmet nyerni, vagy érmeket. Ha már beszéltünk arról, hogy mi motivál, mennyire nehéz most már fölkelni, ez lesz az utolsó? Nagyon nehezeket kérdezel. Nem tudom megmondani. Talán igen, talán nem. Ez majd attól függ, hogy sikerül Párizs. Sokszor szoktam gondolkodni ezen, hogyha esetleg úgy sikerül, ahogy szeretném, esetleg érmeket nyerek, akkor ez ad egy újabb motivációt, hogy na, nem vagy te olyan öreg, nem vagy te olyan ügyetlen, hogy még lehet ezt csinálni. De ha esetleg kudarc lesz, akkor meg lehet azt fog motiválni, hogy akkor én ezt mégse hagyom, hogy lehet így kudarccal abba hagyni valamit az életben, sikerélménnyel kell befejezni az edzéseket is, minden gyakorlatot, hogy akkor lehet megpróbálnák még egy ciklust. Nem tudom, hogy mi a jó. Bár ebből az derül ki, hogy akkor folytatni fogom. Nem tudom. Igen, mert gyakorlatilag mind a kettő pozitív irányba befolyásol téged ezek alapján, tehát hogyha jó eredményt érsz el, akkor is azt mondod, hogy az visz tovább, ha meg netán talán nem, akkor meg az, hogy tényleg úgy kell lezárni ezt a pályafutást, amit hát tényleg, aki meghallgatta most, hogy milyen érmeid vannak és milyen eredményeid vannak, tényleg azt mondhatja, hogy ugye a 2024-es Európa-bajnokság tör aranyérem azt még nem is említettem, tehát hogy ebben az évben is megvan, és tényleg nagyon régóta vagy a csúcson, ami
ami egyáltalán nem egyszerű feladat, ez szerintem, aki nem sportol, az is tudja. Igen, talán ebből is látszik, hogy pozitív ember vagyok, próbálok pozitívan hozzáállni mindenhez, és hát ez a vívás, ez ilyen szerelem, hogy a szerelmet nehezen engedi el az ember. Szeretek edzeni, versenyezni már nem annyira, valahogy ott a versenyzés azt nem szeretem, de valahogy a vívás ugye az életem, hát már 25 éve lassan, hogy vívok, vagy állva, vagy kerekesszékbe. Ez nehéz, nehéz váltás majd. Esetleg egyszer azt mondom, hogy jó, akkor abba hagyom, hogy utána mit fogok csinálni, vagy mi lesz egy újabb ilyen szerelem, mint a vívás, vagy mit találok, úgyhogy nehéz. Hát meglátjuk, mi lesz. Nagyon jó felkészülést kívánok neked, meg azt, hogy gyakorolhasd majd azokat a betűket, hogy akkor hogyan is kell zorróként felmintázni. Úgyhogy tényleg jó felkészülést, meg sok sikert majd Márizsban a paralimpián. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a korai felkeléseket is még bírt ki. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Igyekszem megfogadni a tanácsokat. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Olvassák-e sportíreinket a sportál.hu-n. A korábbi adásokat nézzék vissza a Sportál TV-n. Legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra.